Sziasztok! 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 A mai videóban az alapozási rutinomat szeretnék megtek... Sziasztok! A mai videóban az alapozási rutinomat szeretném nektek megmutatni, méghozzá ez egy ilyen erős fedésű rutin, szóval most, hogy így eljött a nyár, és már mindenki BB krémet szeretne használni, én ilyenkor veszem fel az alapozós rutinomat. Tudom, lehet nem a legjobb időzítés, de úgy gondoltam, hogy igazából ez időtálló. Ha nem is minden nap, de nyáron is alapozózunk, lássuk be, én legalábbis szoktam. Hát remélem, hogy tetszeni fog nektek ez a videó, próbáltam tippeket, trükköket is mondogatni benne, illetve megmutatni nagyjából az összes olyan termékemet, amit használni szoktam az alapozási rutinomban. Remélem mindenképp egy hasznos videó lesz a számotokra, és akkor kezdjük is! Legelső és egyik legfontosabb lépés, hogy a kezetek tiszta legyen. Én videózás előtt megmostam a kezemet is, meg az arcomat is, de hogyha esetleg nincs lehetőségetek kezet mosni, mert nem tudom, épp olyan helyen vagytok, akármi, akkor egy kézfertőtlenítő nagyon is megteszi. Én most azért fertőtlenítővel is átmegyek a kezemem. Azért fontos, mert hogyha a kezetekkel viszitek fel ugye utána a hidratáló krémet, a primert, akár az alapozót, akkor nem akarjuk, hogy a bacillusok ide-oda mászkáljanak az arcunkon, hiszen emiatt akár ugye pattanás is megjelenhet. Több is. Jöhet a hidratáló krém. Én most jelenleg a Body Shop Vitamin E hidratáló krémét használom, mert 30-as fényvédő van benne. Nyára ugye nagyon fontos, hogy olyan termékeket használjunk, amiben fényvédő található, hogy a nap ne károsítsa az arcbőrünket. Ezt ugyanúgy viszem fel, ahogy az alapozót szoktam, kis pöttyökben az arcomra, aztán egybe dolgozom. Egyébként nagyon szeretem ezt a hidratáló krémet, nagyon könnyed állaga van, nagyon lágy, eléggé folyékony, és tényleg jól hidratálja a bőrömet. Úgy gondoltam, hogy nagyjából az összes terméket szeretném nektek megmutatni, amikkel én dolgozni szoktam, szóval most jöjjenek a primerek. Igazából 3 darab primer van itt, amit jelenleg használok, 2 darab NYX-es és egy Benefit Girl Meets Pearl, ez ilyen fényes primer, szóval, hogyha valaki ilyen nagyon szép természetes fényű finisht szeretne, akkor ezt érdemes használni. Illetve van egy Shine Killer Pore Filler NYX-es primer, az egyik ugye pórus feltöltő, a másik pedig mattító. Én ilyen meleg időben általában a mattító primer preferálom, és egyébként ez a két NYX primer nagyon jó minőségű, tökre beváltak nekem. A primert ugye az egész arcom területére felszoktam vinni, de leginkább koncentrálok azokra a részekre, ahol hajlamos a bőröm egy kicsit zsírosodni, bár elég száraz bőrű vagyok, szóval ez elég ritka, és ugye a primer lényege, hogy segíteni fog nekünk az alapozót több ideig fenntartani, illetve könnyebb lesz felvinni az arcbőrünkre, valamint nem közvetlen az arcbőrünkre visszük fel az alapozót, ami nem tesz jót az arcunknak, hiszen eltömíti a pórusokat, és egy egységes arcbőrt eredményez, ami által ugye az alapozó finise sokkal szebb lesz. Vannak olyan napok egyébként, főleg ilyenkor a nyáron, amikor nem szoktam alapozót felvinni, viszont mégis valahogy a szemem alatt szeretném, ha egy kicsit kivilágosodna, vagy karikás a szemem. Olyankor a Benefit Erase Paste, ilyen kicsit lazacos színű korrektorát szoktam használni. Viszont ez tényleg csak akkor, amikor alapozót nem igazán viszek fel, vagy ha esetleg extra durván táskásak a szemeim, akkor még ezt az alapozó alá fel szoktam vinni. Most viszont nem érzem úgy, hogy szükséges, csak gondoltam megmutatni nektek. Aztán, hogyha bármilyen pirosság van az arcomon, akkor azt a NYX-nek a zöld korrektorával szoktam semlegesíteni, ugye komplementer színek, tehát kevésbé fognak rikítani azok a piros színek az arcunkon. Viszont úgy látom, hogy most ilyesmi problémával sem küzdök, úgyhogy ezt a kis korrektort is félretehetjük a mai napra. És jöhetnek az alapozók, illetve BB krémek. Először megmutatom a BB krémet, mert abból csak egy van, amit használok. A Rimmel BB krémje. Ha régóta néztek, biztosan jól megtippeltétek, hogy ez a kedvenc BB krémem. Nagyon szeretem használni, főleg ilyenkor nyáron szoktam BB krémet használni alapozó helyett. Már nagyon sok mindent mondtam róla mindig, úgyhogy most nem is húzom ezzel tovább az időt. És akkor itt van a jelenlegi 4 alapozóm, amit használok.
a Revlon Colorstay Buff árnyalatban, egy Too Faced Born This Way alapozó vanilla árnyalatban, egy Bourjois 123 Perfect alapozó light vanilla árnyalatban, és egy Urban Decay Naked Skin alapozó 1.0-as árnyalatban. A Too Faced-et még nem használtam, ez új, az egyik barátnőm hozta nekem Amerikából, úgyhogy innen is köszönöm neki. Revlon alapozót nagyon szeretem, iszonyat jó fedése van, és tényleg tartós, akár 24 óráig is, bár még nem volt rajtam, de állítom, hogy addig is azért valamennyire tuti, hogy fennmarad. És a Bourjois 123 Perfect az egy jó kis alapozó, a Healthy Mix-et jobban szeretem, de ez is elmegy, és az Urban Decay Naked Skin alapozó, ami szipi-szupi, mert alig érezhető a bőrön. Jobban örülnék, hogyha egy sötétebb árnyalatot vettem volna, mert ez egy kicsit világos, szóval elég téli bőrszíne van számomra. Úgyhogy most a Bourjois-nak az alapozóját fogom használni, mert ez egy kicsit sötétebb, pont jó ilyenkor a nyári bőrszínemhez. Alapozót úgy szoktam felvinni, hogy egy ilyen alapozós ecsetre nyomok egy vagy két pumpát, attól függ mennyi fedést szeretnék, és aztán ennek a segítségével eloszlatom az arcomon. Általában egyébként ezt újjal szoktam megtenni, mert mindig rohanásban vagyok, de jobban szeretem az ecsettel, hogy az ujjaim meg a kezeim ne legyenek alapozósak. És általában szebben is szoktam megcsinálni, mint most, szóval szép tényleg pöttyökbe, most csak úgy össze-vissza felvittem. Vagy Beauty Blendert, vagy ecsetet használok a felvitelhez, általában Beauty Blendert. Nem. Mindig Beauty Blendert, az ecseteimet már nagyon rég használtam, de vannak olyan időszakok, amikor inkább valamiért ecsetre váltok, viszont ez már nagyon rég volt, úgyhogy a Beauty Blendert használom. Ez nagyon jó a szárazbőrűeknek azért is, mert ugye vizes ez a kis szivacs, tehát nem is szívja fel az alapozót egyébként. Másrészt meg, amikor felvisszük vele az alapozót, vagy eldolgozzuk vele az alapozót, akkor ilyen nagyon kellemes érzés, tehát abszolút nem szárító, sőt egy ilyen inkább hidratáló érzést nyújt. Egyébként ezzel a Beauty Blenderrel csodálatos finish lehet elérni az alapozónak, nagyon természetes, egyáltalán nem ilyen cakey, vagy nincsenek benne ugye szálcsíkok, ahogy az ecsetnél szoktak, szóval mindenképp ajánlom, hogy használjatok Beauty Blendert, minden pénzt megér. Vannak, akik nagyon drágálják, de egyszerűen az az igazság, hogy megéri a pénzét. Ugye természetesen mindenhol jól eloszlatom az alapozót a hajvonalba, a nyakhoz is leviszem egy picit, erre nagyon kell ügyelni, hogy ne legyenek alapozó csíkok az arcunkon. Én soha nem szoktam egyébként több réteg alapozót felvinni, nekem mindig az egy réteg bőven elég, szerencsére sosincsenek olyan bőrhibáim, amiket nem tudok egy réteg alapozóval eltüntetni, viszont ugye nyilván a ti igényetek szerint annyi réteget vigyetek fel, amennyit szeretnétek, csak arra mindenképp figyeljetek, hogy a természetes hatás amennyire lehet megmaradjon. Ezek után jöhet mindig a korrektor. Én általában csak a szemem alatti részt szoktam korrektorozni háromszög alakban, illetve hogyha vannak bőrhibáim, akkor arra is viszek fel, de tényleg hál' Istennek le is kopogom, de nagyon ritkán van bőrhibám. A két korrektor, amit nagyon szeretek használni, az az LA Girl Pro Concealer HD, ez a porcelain árnyalat nekem, a másik pedig a MAC Pro Longwear Concealer, vagy hát korrektor, az NW20-as árnyalatban, és tulajdonképp mind a kettő egy picit világosabb az alapozóimnál. Ez a porcelain, ez a legvilágosabb, Urban Decay-es alapozómnál világosabb, a MAC pedig tulajdonképp az összes többinél. És a MAC korrektort akkor szoktam még használni, hogyha tudom, hogy egy hosszantartó fedés kell, mert ez aztán sehova nem mozdul, soha, egész nap ott marad csodálatosan. A Pro Longwear is hosszantartó, de tényleg, tehát hogy nem marad meg annyi ideig, mert csúszkál inkább, mint a MAC-es. Ma a Pro Longwear korrektort fogom használni, ezt ugyanúgy a Beauty Blenderrel dolgozom el, csak a másik felével. A szemhéjamra is felszoktam vinni egyébként ezt a korrektort, és a természetesebb hatásért a Beauty Blender másik oldalával, amivel az alapozót vittem fel, egy kicsit egybe dolgozom az alapozót, illetve a korrektort. És ami maradt a korrektorból a szivacson, azt az államra, az orromra, illetve a homlokomra felviszem. Azt elfelejtettem megemlíteni, hogy egyébként a Real Techniques-nek a szivacsa is nagyon jó minőségű, hasonlít eléggé a Beauty Blenderhöz, csak olcsóbb, úgyhogy érdemes kipróbálni egyébként ezt is, hogyha valaki az ára miatt nem szeretné a Beauty Blendert megvenni. És akkor jöhet a púder. Jelenleg három púdert használok, az It Cosmetics Bye Bye Pores púderét, a NYX HD
púderét, mind a kettő átlátszó árnyalat egyébként, és a Bourjois-nak ezt a, hát ilyen porpúderét, amiben ilyen kis csillámok találhatók. Ezt nagyon szerettem egyébként a szemem alá használni, hogy ugye még jobban egy kicsit ragyogóbb legyen ott a szemem alatt. Mostanában inkább az It Cosmetics púderét használom, hogy a pórusokat jól eltüntesse, és ezt egy ilyen kis Real Techniques-es setting brush segítségével szoktam felvinni. Letapogatom mindig a felesleges terméket az ecsetről, és aztán nyomogató mozdulatokkal szoktam felvinni a szemem alá. Tényleg csak nyomogató mozdulatokat használok, hogy az előzőleg felvitt termékeket ne kenjük el. A szemhelyemre is felszoktam vinni a púdert, hogy ott is fixáljam az alapozót azokon az alkalmakon, amikor nem viselek szemfestéket. Én a púderből az orromra is szoktam egy picit felvinni, mert az a része a bőrömnek, ahonnan hamarabb leszokott jönni az alapozó, úgyhogy ezt mindig szoktam fixálni púderrel is. Illetve egyébként a NYX-nek a HD púdere is nagyon hasonló ehhez az It Cosmetics-es púderhez, nagyon szeretem. Régebben azt mondtam róla, hogy meglátszik a bőrön a fehér színe, viszont csak a világos alapozóknál tapasztaltam ezt, szóval most, hogy a nyára miatt kicsit sötétebb alapozót használok, itt egyáltalán nem, úgyhogy itt nagyon szeretem sötétebb alapozókra használni, tényleg kicsit minimalizálja a pórusokat, és nem látszik, úgyhogy most már nyugodt szívvel tudom ezt is ajánlani. Most fogok belőle használni egy picit az államhoz, illetve a homlokomhoz. És egy nagyon minimálisat felviszek az arcom többi részére is, hogy majd a későbbiekben a bronzosítót meg a pirosítót könnyebben tudjam eldolgozni. Van olyan alkalom, hogy ilyenkor is szoktam használni fixálósprét, most használok természetesen a videó kedvéért is, általában egy ilyen X-es alakban szoktam felvinni az arcomra. Most pedig megyek, befejezem a sminkemet, és aztán találkozunk újra. Azt elfelejtettem megemlíteni, hogy egyébként szoktam ezt az úgynevezett baking technikát is használni, amikor ugye egy porpúder segítségével azokra a területekre az arcunkra felviszünk nagyobb mennyiségű porpúdert, ahol hajlamos beülni a ráncokba esetleg az alapozó. Most nekem elfogyott a porpúderem, úgyhogy nem tudtam ezt nektek megmutatni. Ne haragudjatok, későbbi ilyen smink videókban úgyis látni fogjátok, ahogy ezt csinálom, de már volt is egy, amiben talán láthattátok. A lényeg az, hogy ide szoktam felvinni egy kis porpúder, azt ott hagyni, ülni egy darabig, esetleg még a szemem alá. Mondjuk az idő alatt megcsinálom a szemöldökeimet, és aztán pedig egy legyező ecset segítségével lesöpröm onnan. Ez segít abban, hogy oda ne üljön be az alapozó a nap folyamán. Azt hiszem, hogy mindent elmondtam, de ha bármi kérdésetek van még ezzel kapcsolatban, vagy bármivel kapcsolatban, akkor tudjátok, nyugodtan írjátok meg a kommentekben, és igyekszem mindenkinek válaszolni. Időbe telik egyébként válaszolni, szóval nem fogok rögtön, de biztos, hogy fogok válaszolni. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha tetszett, akkor lájkoljátok, és kövessetek Instagramon, mert nem sokára elérem a 15.000 követőt, hát 900 kell hozzá, úgyhogy tényleg nem sokára. Viszont, hogyha ez meg lesz, akkor szeretnék egy nyereményjátékot csinálni majd ott Instagramon, úgyhogy tényleg mindenképp megéri követni, és Snapchaten is kövessetek, mert azt is igazából így kb. Most már minden nap használom, és vicces képeket, meg videókat szoktam megosztani rajta Ariról, vagy rólam, vagy mindkettőnkről. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha tetszett, lájkoljátok, és a legközelebbiben találkozunk, addig is legyen csodaszép napotok, meg hetetek. Sziasztok!